pad szélén? A Sleep in the Deep az utolsó Barrel projektünk egyelőre. Mint hogy... Ja, mert ez eddig utol... még csak három van kiülve ezután, szóval. Ja, nem úgy. Jó, most már... Tudom, már szívra mutattam. Én most lekóstoltam a két Nitro Stoutot, meg már lekóstoltam a Gergőjét, úgyhogy már olyan sok értelmes dolgot nem tudok mondani, úgyhogy hát is adom a szót kollégáimnak, Balázsnak és Bencének. Bence az ihlet, amint ezt látjuk. Esetleg a videó kedvény. A Balázs pedig, aki megvalósította. Úgyhogy akkor meséljetek, mit fogunk kóstolni. Közben én nem fogom tudni kibontani, úgyhogy valamelyik kötök bontogassa, miközben mesél. Kibontom persze. Mondasz közben róla valamit? Szeretnél? Az, hogy... Ez volt a koncepció, hogy Mastodon ízű sört csináljunk. Sikerült? És reméljük, hogy ilyen íze van. Hál' Istennek, még senki nem kóstolta. Az egész zenekarnak. Közülünk. Onnan jött a Nutella koncepció. Ez egy ilyen... Mastodon, hogy imádják a Nutellát. Nagyon kevesen szeretik. És te pont, hogy akkor ezek szerint igen? Hát én is köztük vagyok, igen. Jó, hát igazából egy kicsit hosszabb volt a történet ennek a sörnek, mert Bence, legesleg áú, még jó, hogy nem édes a kis különben, már lenne egy vágott sörben. Amúgy a szerkesztőnek ezen a ponton azért csak meg kéne jegyezni azt, hogyha ti bontotok otthon ki egy belőprojektet, akkor egy normális kis és egy normális bárbréddel essetek ennek neki, kérlek. Köszönöm, kérlek, és innentől újra tiéd a szóba. Marcinek egyébként az interneten rekord videói vannak arra, hogy ilyen másodperc számol vissza, hogy mennyi idő alatt bontja ki ezt. Mennyi másodperc alatt tudtad? Nem, 12-t. Jó, manapság az interneten akármit megvesz. Jó, egyébként ezeknek a nagy része kamu. Ez valami ilyen propaganda. Szóval... 12 alatt kibontja. Majd elköltünk erre 1 milliárd forintot, hogy a Facebookon ezt is népszerűsítsük. Hogy egy ne, hogy ez nem... Megafonnal közöttem. Meg ez Medafon közboltunk. Medafon. Szóval Bence már, amikor ide került, rögtön egészen aktívan elkezdett azon gondolkozni, hogy milyen saját barát szeretne. És a legelső ötlete egyébként nem ez volt, hanem a legelső ötlete az egy sütőtökös barát volt, csak... Hosszas kísérletezés után úgy alakult, hogy ezt nem sikerült megvalósítani, mert mit ad Isten, a sütőtökből nem lehet igazából annyit a sörbe tenni a megfigyeléseink szerint, hogy annak sütőtök íze legyen. Mármint, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy milyen íze van a... édes krumpli, nem? Igen, tehát hogy milyen íze van a sütőtöknek vajon. Édes. Még nagyon sok kísérlet volt. Igen, kipróbáltuk nagy dobosival, kipróbáltuk Hokkaidótökkel, kipróbáltuk sima sütőtökkel. Lehet, hogy el kell halasztani a hétvégi medkiertet, és takarítani kell majd egész hétvégén a viaszdarabokat. Minden esetre végül is azt a koncepciót elvetettük, és akkor lopta be Bence, hogy igazából ez a nutellás is tök jó lenne, és akkor még úgy eszméltünk, hogy valójában tényleg nem csináltunk még nutellás barát, vagy nutella ízvilágút, mert nem tudom miért, mert még nem. Viszont egy tök jól átültethető dolog. Voltak már ilyen kísérletek a piacon, amit nem mi csináltunk, de azok azért egytől egyig aromával készültek. El is határolódunk. És azért itt a Barrel projektnél az egy alapelv, hogy nem lehet aromát használni. Úgyhogy ezt most így megkísérletük teljesen naturális módon. Ugye Nutellának nagy része pálmaolaj. Mennyi pálmaolajat tettünk bele, Balázs? Ha ismeritek azt az ábrát, ami az interneten kering, egy nutellás üveg oldal nézetből az összetevők beletéve, akkor azt szerint kb. Nem tudom, 30% pálmaolaj kéne benne legyen, de most egy kicsit kevesebbet tettünk ennél, olyan nullát nagyjából. És
Ami viszont a nutellás ízvilágot szolgálta. Te figyelj, mert te fölképpen ki akarsz faragni valamit, nem? Hát egy picit átveszem és adod a Marcinak. De hát ezzel nem is lehet kinyitni rendesen. Igen, én is kezdtem azt, hogy már... hogy eleve, tehát egy normális kést kell hozni. De már nagyon-nagyon... Na jó, mondjam a normális késsel, meg a barbléddel. Ja, tényleg aki a deákon vissza az, hogy... 18 perce vágjuk. De közben beszéltem végig. Pence nagyon szomjas. Szóval egyébként itt a nutellás... Csak hogy a kérdésre is válaszoljál. Soha nem válaszolok már ezre a kérdésre. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt mondom, hogy megkérdezted. Balázsnak van is egy érdekes elmélet erről. De nézd esetleg ez. De... Az a baj, az nem tudod kinyitni. Szerintem nem mondom fel, hogy... Azért kell mondanom, mert nem fér oda a... Egyébként azért is jó ezt így kibontani, mert itt legalább másik három ember tud ülni és nézni, és el tudja mondani azt, hogy ez miért nem jó, amit csinálsz. Igen. A legjobb fizikus. Ezen már kb. Nincs is viasz egyébként. De csak az a lényege ennek a levágásnak, hogy itt a koronazár alatt kell lefejteni róla a viasz, csak hogy ez Balázsnak egyébként ez nyilvánvaló módon nem sikerült. Mi? Hol? Itt viasz? De figyelj, mert azon már nincs is viasz egyébként, tehát most már konkrétan a koronazárnak a levétele az a probléma. Van egy hogy átadom, add el a Tominak, most már akkor csinálj meg ő. Na, ide. A few hours later. Mindig panaszkodtok itt az interneten, hogy milyen nehéz ez kibontani. Mindig mondjuk, hogy hagyjuk már! Mi ebben a nehéz? Meg kell szedni a tetejét, az róla 4 kiló viaszt. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek. Szóval, a nutellásnak... Én így szoktam csinálni, elvégzik a nagy részét, utána letépem a tetejét, és elviszem a teljes kreditet érte. A Balázs épp egy mondatban volt, Tomi. Majd olvassátok el az interneten. Kibontottam a palackot, akkor Balázs most elmondhatod. Szóval a nutellásságot azt itt a török magyaró, a vanília és a kakaó babtöret adja, ami egyébként egy ilyen milk, dupla milk stout alapra került, már egy ilyen imperial milk stout, szóval egy csomó laktózis volt benne, ami egyébként a nutellában azt hiszem tejpor formájában szintén jelen van, szóval nem hülyeség. Nagyon durva illata van. Igen, tehát hogy itt már így egészen rögtön szembe tűnő, hogy mi lehetett a cél. Bár nem neveztük meg a nutellát kifejezetten a palackon. Mert még perre kellett volna mennünk a Ferreróval. Azt mondod, elképesztően csokis. Meg kevés bészénsavas, de... És nagyon jön ez a török magyaró is mellé. Szóval igen, török magyaróban egy elég nagy mennyiség került bele, és az meg is volt pörkölve. Pluszba. Fú, most elég. Mennyi kerül? 50 gram per liter. Sok. Ha azt gramra lefordítanád, mennyi lenne? Hát literenként 50 gram. Ez brutális. Egyébként. Ezzel megütöttük már 3,8, tehát én meg ki sem mentek, mi? De már... Azt hiszem. Van rajta egy 0-25-ös értékelés, hogy senki nem tud normális lágert főzni. Nem, ezt már belül eseményeken volt ilyen kóstoltatás. Volt ilyen misterítétel belül eseményen, és ott helyben egyébként mindenki imádta. Tehát konkrétan beindul a rágó reflexem. Tehát így beteszem a számba, és ő elkezdem rágni. És mi lenne, hogy beleasztották a kenyeret? Ez egy rossz befektetés lenne. Hihetetlen. Hát igen, ez megint egy olyan tétel, amit nem biztos, hogy cukorbetegeknek ajánlanánk, ha maga olyan kb. 18%-os cukortartalmával. Körülbelül gramba. De... Ja. Alkoholra ez egy laza 12,9. Ami előny, hogy hamar édes is, mert észre se veszed és teljesen meghalsz tőle. Hmm. Ez egy ilyen likőr. Az kb. Lehetne ilyen fagyilalocsó, nem? Oh, ugye van írni a fagyike erre is. Magyaróli kör. Ja, azért itt ennél elég jól kijön a török meg fú, a... Fú, ezt megint ebbe török. Földi magyaró közti különbség. El akartam már vinni az üzemnek, de viszont még egy kicsit. Itt a napon. Gyere, barát. Olyan sápatnak tűnnek. Olyan sűrű, hogy szinte közével kell kenni. Ilyen vajazó késsel, nem? Csak így belekened így a pohárba. Na mi a véleményed róla, Bence? Szar?
Nem, igazából nagyon Nutella ízű, szóval... Sikerül. Ha nem egy Hokkaidó tök, de ez magasabb pontot fog elérni, mint az, az biztos. Fel egy új ötletem amúgy, hogy kéne a tökkelbara elcsinálni, szóval majd visszatérünk. Oh. De akkor át kell matizálni. Ezt odaadjuk Földi Balázsnak. Emléknek. Bár biztos, hogy a telefonján pár ilyen kép, szóval felesleges. Bármennyi. Bármennyi. És ez amit egyébként... Amit az a sajátomon nincsen? Milyen antillák? Ja, ezt már így nem is mondtam el, mert itt már annyi részlet van, hogy meg mindegy. Szóval antillák beli rumos hordókba került, és kettő darabban volt. Tehát ez egy dupla hordós tétel, ebből viszonylag több volt, de ebből például... Ez két hordó? Ez két hordó. De kicsit rossz volt a kihozatala, mert az a 20 kiló török magyarul egy kicsit hazavágta a kiszerelését. Szóval 20 kiló. Érdeklődőbb olvasóink kedvéért. Igen, igen, sokan jegyzetel. Többen, mint innen egyébként. 20 kiló, jó, oké. Okay. A következő héten jön az első magyar török magyarosan az interneten. Az első magyar natúr török magyarosan. Jó, de... Igazából azért nem probléma, ha elmondom, hogy 20 kiló, mert marha nehéz aromára lefordítani. Ó, csípős hangulatban vagyunk ma, úgy tűnik. Lehet ez még a hétvégének a vonzata. Úgy vagyunk arra, hogy most már mindegy, nem? Az a két most hónap, kell jól éreznünk magunkat. A két hónap, még bezárnak minket, az most már legalább érezzük jól magunkat. Szóval kurva jó lehet. Na. És ez a rumos, ezek a rumos hordókkal sokszor el lehet szaladni abba az irányba, hogy így jó, de jobb lett volna a bourbon hordóba teszed. De ez most viszont így nagyon jó. Ja, azért amíg a bourbon hordók úgy általában marhára hasonlítanak egymáshoz, a rumos hordóknál nagyon durva szórás van. Tehát, hogy ott a sütőrumtól kezdve a nagyon komplikált dolgokig mindenfajta hordó van, és így hát mi is úgyunk, hogy ki kell próbálni, hogy tudjuk, hogy melyik fajta hordó mit tud igazából. Ez az antilláki, ez egyébként ez egy visszafogottabb, tehát hogy van egy ilyen fűszeres rum illata, de nem a nagyféle sütőrum, mint mondjuk a jamaikai rumos hordó szokott lenni. Én már nem tudom egyébként, hogy ezt most már hogyan lehet überelni. Mert hogy őszintén azt gondolom, hogy lehet másfajta fűszert, meg más beletenni, meg más, hogy érleled, meg ilyenek, de őszintén iszonyatosan kíváncsi lennék arra, hogy mondjuk ebbe a kategóriába hogy néz ki egy olyan, ami ennél sokkal jobb. Hát csinálunk egy Nutóka ízesítésűt, vagy egy Twix krém ízűt. Nem, de hogy ez hogyan lehetne jobb? Nem tudom elképzelni. Hát fagyival. Igazából nem gondolom, hogy jobb kéne legyen, csak... Tehát annyira... Hanem más. Tehát, hogy én nem hiszek abban, hogy minden tétel a következőnél jobb kell legyen, mert az, hogy jobb, az marha szubjektív. De hogy az, aki mondjuk az ilyen édességes, desszertes cuccokat kedveli, annak ez mondjuk nagyon ízleni fog. De ha valaki inkább a hordós ügyeket szereti, akkor azt mondom, hogy lesznek olyan sörök, amiket jobban szeret, mert itt ez egy marhára overkill, nagyon megízesített. Ez overkill, de egyébként ezt az overkill-t ezt imádja a piac. Mondjuk pont erről beszéltünk, hogy egy bornál ott nem annyira beszél erről az ember, hogy most jön vagy nem jön. Mármint, hogy rá van téve, amit tudom én, a juhász rozsére, az eper, az most jön az eper, vagy nem jön az eper. Erről nincs folyamatos diskurzus, nem? Mármint, hogy iszák az emberek, az kész. A sörnél ott mindennek jönnie kell. Tehát ott rá van téve, hogy oké, marakujával, narancsal, vaníliával, velek, hogyha az ember, hol a vanília? Mindennek jönnie kell, mindennek az arcodba kell mennie. Nutellás sört csinálsz, annak ilyennek kell lennie. Tehát itt teljesen belemászik az arcodba, és mint egy ilyen cukor, mint egy kanál nutellát így belenyomnál az arcodba, na és akkor a fölfogyasztó az azt mondja, hogy na. Na, én csak ennyit szerettem volna, amikor azt mondtam, hogy nem jön, na, az most jön. Hát most jön. Egyébként... És ha túl van tolva, akkor imádják. A 100%. Tehát benyomod ezeket a pasty sour-öket, 11%, 50 ezer kiló izé, 100 ezer kiló vanília, telebaszva laktózzal, meg mindennel. Na ez megy.
És akkor mondom, hogy jön a megy. Ezért nehéz egyébként szerintem ezt a nem aroma vonalat vinni akármiből, mert pont az emberek nagyon adoptálódnak már a szarra aromázott sörökhöz, és hogyha ezt akarjuk elérni természetes összetevőkkel, nem azt egyébként, mert jobban lesz a végeredmény, de hogy sokkal nagyobb erőfeszítést igényel természetes mogyoróból mogyoróízt kihozni, mint mogyoró aromából. Bár szerintem egyébként a török mogyoró aroma, amik söröket kóstoltam vele, hát sokszor egészen rosszak voltak, mert... De hogy ahhoz vagyunk hozzászokva, nem? Igen, tehát így a kicsit a sörpiac saját magát szivatja egyébként azzal, hogy aromával próbálja egyre feljebb vinni az inger küszöböt a dolgokra. Na pont ezt múltkor találtam egy olyan kókusztért, amiben nincsen kókusz aroma, majd nem tudom, tudjátok, de a kókusztért nagy részében van kókusz aroma. És találtam egy olyat, amiben nincs, és akkor az meg színezék sem, és akkor az egy ilyen szürkés löty volt, a másik meg egy hófehér, ezért. Ja. És akkor csináltam egy ilyen vakkostást, és akkor ment a feleségem a hófehér, na, hát ezen azért nagyon érződik, hogy ez a valódi. Nem az a valódi, pont ez a lényeg, hogy a valódi az nem ennyire kókuszos, meg nem ennyire fehér. Tehát valahogy el van torzulva a valóság. És a pisztáciát, meg egy csomó olyan dolgot nem is úgy képzelünk el, mint a mandulát úgy képzeljük el, mint a marcipánt. A pisztáciát úgy képzeljük el, mint tudod, ezek a régi fura ilyen pisztácia fagyik. Pedig a pisztácia egyébként inkább ilyen sós, mineralális. A kakaóbab, a török magyarul, egy csomó ilyen dolog, a gyümölcsök egy része leerjedve, ez egyetem nem hasonlít. Ezért nagyon sikeres most ez a Candy Bragot széria, mert ott ugye van rengeteg gyümölcs, mert van benne egy kis aroma is, és így na... Tökéletes. De ott mi mondjuk legalább felvállaltam. De örülök azért, hogy itt tartjuk magunkat, és ezt meg tudjuk valósítani. Azért ezeknél meg lehet szerintem. Tehát, hogyha már ilyen 13% beleteszed az életedet, tök mindegy, hogy mennyibe kerül, akkor az így meg lehet csinálni. Hát igen, mondjuk ezt... Nem barátsoroknél már sokkal nehezebb már technológiailag is kivitelezni, hogy tegyen be az ember, nem tudom, 200 kiló török magyarult egy sörbe. De ja, mivel a barelnél tök nagy játszótér az egész, azért jó dolgokat lehet elérni vele. És egyébként még sok ilyen olajos mag központú barel fog jönni, szóval mag. Szerintem... Mag. Igen, ez a... Jönnek a mag központú sörök. Gratulálok. Gratulálok. Úgy láttam, Bencének volt fogyaszthatatlan egy ilyen egyedül. Hogy az egyetlen egyedül, autóval fog másfél óra múlva az ebben gyárunk közül. Nincs oda, ne. Jó lesz. Ez feldolgozza a szervezetet. Igen? Hát egy 4-5 óra. Igen. Jó. Túlórázni fogok. Gratulálok. Megint egy sold out tételről van szó. Egy újabb indok, hogy a következőre legyél feliratkozva. A Barrel Klub, a Mad Scientist Barrel Klub továbbra is vár téged, ha már ott vagy, akkor pedig üdv, és ott tudsz cserélni. Sokan oda beírják, hogy ilyenem van, ilyet igen. Szeretnék, tehát ha valamire lemaradsz, és esetleg van másik Barrel Klubod, régebbi, vagy ami másnak különleges, akkor mindig mennek a trédek, ugye az a ezekben a Barrel projektekben a trükk, hogy mindegyik ugyanannyiba kerül, mert nem tudom, már nem merünk igazából hetessel kezdődő sört kiadni, úgyhogy inkább nem számoljuk ki, hogy nekünk mennyibe kerül, úgy vagyunk vele, hogy ez úgyis egy ilyen szerelem projekt. Ja. Fogjatok össze egymással egyébként, postuljátok meg egymás Barrel Projectjét. Regisztráld be anyukádat. Így van. Nyerjél négyet a sorsolás. Azt hallottuk, hogy buszokkal szoktak menni regisztrálni. Ajánlj fő ajándékcsomagokat, hogyha valaki regisztrál a nevedben. És egyébként ezt a sört... Egyszerű, nem? Ezt a sört megkóstolhatjátok majd a Medcare-ben, meg a Mad Garden Budában is, azt hiszem. Így decizős formában. Csak hogy legyen valami információ is a videó végére, mivel lehet mit kezdeni. Találkozunk a Mad Garden megnyitón, a hétvégén, a jövő hétvégén, a Medcare megnyitón ezen a hétvégén, meg találkozunk majd mindenhol. Már nem csinálunk gyertek, több videót. Ma már nincs több videó. Most fogtam a fókusz. Nice.